Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Hiszek Benne sportprogram keretében támogatja a kétnapos rendezvényt azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a testmozgás fontosságára és lehetőséget biztosítson különböző sportágok kipróbálására. Hétfőn Nyíregyházán az Aréna Tusa elnevezésű rendezvényen a megyeszékhely általános iskoláinak diákaiból alkotott csapatok vették birtokba a Kontinentál Arénát. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek, akik itt nem profik, ezt hangsúlyozni szeretném, van egy szabály, amely egy csapatban csak egy igazolt játékost enged szerepelni egy csapatban, egy sportágban. Az nagyon fontos, hogy azok is, akik nem a rendszeres sportolás elkötelezett hívei általános, vagy éppen már középiskolában, azok is megmutathassák azt, amit tudnak egyrészt, másrészt meg mozogjanak, egy kicsit terheljék a szervezetüket, mert ebben a korban azt gondolom, hogy nem árt, egy kicsit kijönni a televízió, a laptopok és a telefonok világából, és itt ebben a nagyon szép környezetben, a sportpadlón, igazán profi környezetben mutassák meg azt, hogy éppen mit tudnak a mai vagy a holnapi napon. Hornyák Enikő sportreferens elmondása szerint az oktatási intézményekben nagy volt az érdeklődés az első alkalommal rendezett Aréna Tusa iránt. Rekordszámú nevezés érkezett, ezért folyamatosan újra kell terveznünk a sorsolásokat. Általános iskolásoknál 220 körüli nevezésnél járunk, középiskolások meg közel 350 fővel neveztek. Rekordszámú a nevezés a labdarúgásban, és nagyon örültünk neki, hogy jött a lánylabdarúgás is, nagyon magas létszámú csoportok jöttek össze, illetve ami nagyon jó volt, hogy a vegyes játékként indult a röplabda, és ott is nagyon sok iskola nevezett, hiszen itt most amatőr sportolók sportolnak, nem igazoltak, elsősorban könnyítésként egy igazolt lehet a csapatban, és nagyon sokan fognak asztalitaniszezni, van olyan kategória, ahol 25 nevezés érkezett asztalitaniszben, és a sakk is látszik, hogy Nyíregyházán egyre népszerűbb, több iskolában működnek ugye a sakkprogramok, ez is alátámasztotta azt, hogy ott is külön fiú, lány és igazolt kategóriát kellett indítanunk. A rendezvény egyik célja a tehetségek kiválasztása, így az a fiatal, aki valamelyik pályán kiemelkedően teljesít, a jövőben akár szervezett keretek között is űzheti választó sportágát.